Folytatódik a Tököl Imre két tannyelvű általános iskola projektrendezvény sorozata. Az Irány Magyarország keretében legutóbb a felsőtagozatos diákok mérték össze tudásukat Magyarországgal kapcsolatos kulturális, néprajzi, földrajzi és történelmi témájú kérdésekben. Bagoly, akiről az utókor is mesélt, kígyónak lábsót, madaraknak fogsort írt fel a receptre. Magyar rajzfilmek szereplőit kellett kitalálniuk az Irány Magyarország elnevezésű vetélkedőn a diákoknak. Ez a feladat nem okozott gondot a tanulóknak. A versenyen 9 csapat mérte össze tudását. A 7. osztályos Borbé Máté könnyen vette az akadályokat. Erre a versenyre nem kellett készülni, mindegy feladatot meg tudtuk oldani eddig. Nyilván nem egyedül, úgy nem is tudtam volna, a csapatársaimmal együtt mindegyiket megoldottuk. És nekem voltak olyan kedvenc feladatom, például a zenei kvíz volt, amiben voltak ismertebb, illetve ismeretlenebb számok is. Volt olyan feladat, amiben például a nemzeti parkokkal kapcsolatban kellett tudnunk, hogy mi hol van meg, minek mi a jelképe, azt is meg tudtuk oldani. Máté csapattársa volt Kálai Dániel, akinek szintén a nemzeti parkjainkkal kapcsolatos feladat nyerte el leginkább tetszését. Dániel elmondta, ő szintén előzetes tudására támaszkodott. Igazából nem kellett erre a versenyre készülni, egy ilyen alaptudást igényel, és többféle feladat is volt benne, például nemzeti parkokat kellett kitalálni, hogy melyik, és a címre itt kellett hozzácsoportosítani, valamint zene, történelmi és más tantárgyakkal kapcsolatos feladatok is voltak. A vetélkedőn kulturális, földrajzi, történelmi és néprajzi témájú kérdések voltak. Mi az küsző? A zenefelismerés témakörében a mai magyar könnyű zenei élet legismertebb előadóit kellett felismerniük a versenyzőknek. De a paprikás krumpli receptjét is ismerniük kellett a tanulóknak. Fedics Fanni csapata helytállt a gasztronómiai feladatban. A hagymát összevágjuk apróra és zsírban megpirítjuk, majd a krumplit felkockázzuk, a megmosott krumplit, és azt is hozzárakjuk. Rakhatunk hozzá, felüntjük vízzel, rakhatunk hozzá paprikát, hát ki hogy szeretné ízesíteni, majd megfőzzük. Totyikni Borbé Gabriella, a vetélkedő levezetője, egyben a Magyarország projekt vezetője elmondta, hogy a legtöbb témakörben járatosak voltak a gyerekek. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, összefoglalva az egészet ezt mondhatnám, tehát mindenféle témában bizonyítottak, földrajz, irodalom, zene, művészetek, néprajz is volt, tehát nagyon-nagyon sokféle kérdés volt, és ha nem is minden kérdésre, de a kérdések nagy százalékára, zömére jól válaszoltak. Talán a néprajz volt az, ahol egy pici probléma, meg hiányosság volt. Én úgy gondolom, hogy ennek tantárgyi okai is vannak. Tehát 5. osztályban van olyan tantárgy, hogy foglalkoznak a néprajzzal. A 6., 7., 8-osoknál ez úgy többé-kevésbé kimaradt, és látszik is. A másik pedig az, hogy a mai magyar zenék, modern zenékről van szó, tehát pop-rock, ilyesmi. Azt hittem, hogy itt több pontot fognak kapni. Tehát én állítottam össze, de bevallom, hogy nem egyedül, hanem a saját gyermekeim segítségével, és azt hittem, hogy ez jobban megy, és nem mindenkinek sikerült. A 4 hetes program keretében sportrendezvényeket, kulturális és kézműves foglalkozásokat tartanak az iskola tanulóinak. A délutáni foglalkozások mellett pedig a tanórákon is megjelenik a Magyarország téma.